Az ember mindig örül, ha különleges vendégeket fogadhat egy televíziós stúdióban, így vagyok ezzel én ma este is. Ráadásul én nagy rajongója vagyok, amit különleges vendégünknek. Itt láthatják, eléggé hát elbújt szegény, de kicsit talán zavarban van, egy kutyus van velünk. És természetesen nem, hát nem csak a kutya a lényeg, hanem az is, hogy miről van szó. Méghozzá egy nagyon komoly kutatásról lesz szó, az elteatológia tanszékéről, talán tudják, nagyon fontos kutatásokat, a világon egyedülálló kutatásokat végeznek itt. Itt van velem Kubinyi Enikő, ennek a kutatásnak, a mostani kutatásnak a vezetője. Jó estét kívánok, és a kutyus, akit még mindig nem nagyon látok. Kamillának hívják. Na, igen, megérkezett, igen, jó estét. Szóval a célpont ő, illetve hát ő a kutatás alanya, illetve arról szól ez a bizonyos kutatás, ezt még laikus mondom, hogy kutyák öregedésével fognak foglalkozni. Miért fontos téma ez? Kamilla is az egyik alanya ennek a kutatásnak, de természetesen nem ő az egyetlen alany. Igazából kérdőívekkel akár több tízezer kutyát szeretnénk elérni, és szeretnénk követni legalább 100 kutyának az öregedését 4 éven át. A téma a kutyák öregedése, most tényleg különleges dolog két szempontból. Az egyik az az, hogy elég sok idős kutya van, köszönhetően a remek állatorvosi ellátásnak, és az, hogy ők az emberhez hasonló kognitív diszfunkciókat, ez igazából hasonlít a demenciához, ami embernél is van, ilyeneket mutatnak időskorban, ez egy komoly jóléti probléma. Egyrészt a kutyának is, de a legfontosabb az az, hogy a gazdájának is ez egy nehézséget jelent. Azt mondta az előbb, hogy kérdőíveket. Nyilván nem a kutyák fogják kitölteni, hanem a gazdák, de hogy milyen kérdésekre kell válaszolni, hogyan vizsgálják ezt a bizonyos öregedést. Nyilván vannak látható, szemmel látható tényezők, amik egy kutyában testi változásként létrejönnek, de vannak habitusbéli változások is, nem? Így van, nagyon sokféle megközelítésünk van. A kutatás az alapvetően 3 pillérre épül. Az egyik az az, hogy leírjuk, hogy hogyan öregednek a kutyák viselkedés szinten, és ennek része az is, hogy megkérdezzük, hogy mit tapasztalnak a gazdák. A második pillére az genetika. Kutatjuk, hogy mik azok a védőfaktorok vagy rizikófaktorok, amik az öregedés hátterében állnak, és amik segítik, vagy éppen rontják az egészséges öregedésnek a folyamatát. A harmadik pillér pedig egy idegtudományi pillér. Nézzük majd azt, és mondom, fiatal és idős kutyák összehasonlításával, illetve egy populációnak a követésével is, hogy hogyan változik az agy az öregedés során. Olyan furcsa, hogy a kutyusok évezredek óta élnek velünk, mellettünk, társaink, jobban, rosszban, és mégis úgy olybá tűnik, hogy viszonylag keveset tudunk róluk. Ez így van? A mi kutatócsoportunk, azt mondhatom, hogy igazából az első volt, Csányi Vilmos vetette föl azt, hogy kutassuk a kutyát a természetes környezetében, nézzük meg, hogy az emberrel milyen kapcsolatban van, és ez egy újdonság volt több mint 2 évtizeddel ezelőtt. Úgyhogy a kutyakutatás az ilyen szempontból tényleg elmaradt más állatfajok kutatásához képest, de az utóbbi időben egyébként világszerte rengeteg laboratórium, vagy inkább úgy mondanám, hogy kísérleti hely, kutatóhely nyílt, amelyik hasonló kérdésekkel foglalkozik, úgyhogy egyre többet tudunk róluk persze. Mindig mondják, hogy a kutyák hasonlítanak a gazdáikra, ez egy ilyen sztereotípia, de hogy ez az öregedésnél is megfigyelhető? Tehát akinek például idősebb a gazdája, az a kutyus, az korábban mutat például olyan nyilván nem testi, nem lelki tüneteket, amitől... Ez egy nagyon érdekes kérdés, és szeretnénk majd vizsgálni. Én azt gondolom, hogy aki például mozgásában korlátozott, és ezért ritkábban tudja a kutyáját sétáltatni, kevésbé tudja megmozgatni, annak a kutyáján ez látszani fog. Tehát a kutyáknál is, akár az embernél, az, hogy mennyire aktív életmódot folytatnak, az tükröződik abban, hogy kognitívan, vagy társas élet során hogyan működnek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, és elmondták köszönöm ezeket. És higgyék el, Amerikában létezik ez a bizonyos érzelmi segítő kutya, tényleg sokkal jobb dolgozni akkor, ha az ember körül van egy 4 lábú, úgyhogy én lehet, hogy kérvényezni fogom, hogy legyen mindig velünk egy kutyus. Köszönöm, hogy néztek bennünket.